Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Hétfőn elkezdte a felkészülést az új szezonra a Nyíregyháza Blue Sharks. Készülnek a röpisek, új csapatot kell építenie Hollósi László edzőnek. Megkezdődött Nyíregyházán a teniszező korosztályos bajnoksága. Új vezetőedzővel és 10 új játékossal készül a kisvárdai női kézi csapat. Kaplonyi Zoltán irányításával alapoznak a nyíregyházi férfi kézilabdázók. A bajnokságban a dobogót, a kupában a főtáblát célozza meg az Ibrány. Hétfőn a konditeremben elkezdte a felkészülés a Nyíregyháza Blue Sharks együttese. A kékcápák szeptember 27-én Baján kezdik a szezont. Hivatalosan a mai nap kezdtük el a felkészülést, de már a múlt héten ugye itt a képzőtáborban besegítettek a fiúk. Ma két edzésünk lesz, egy kondicionál edzés, illetve délutáni labdás edzés. Hetente 3 kondink van, hétfőn, szerdán és pénteken, és napi 2 edzéssel megyünk. Egészen augusztus végéig, ahol elkezdődnek a felkészülési mérkőzések. Úgy néz ki, hogy augusztus 22-én játszunk a Vasassal Debrecenben, 23-án, 24-én pedig Szlovákiában megyünk. Egyelőre ezek a biztos edzőmérkőzések. 3 új játékos érkezett a keret, zöme együtt maradt, mennyibe könnyíti ez meg a munkát? Ez nagyon megkönnyíti, nyilván akik itt maradtak, azok hozzá vannak szokva, ez az edzés módszeres, edzés stílus az, amit mi képviselünk. Remélem, hogy az újak is hamar fel fogják venni ezt a ritmust. Egy légiós hely még üres, mikor a várható külföldi játékos? Igen, hát a légiós kiválasztáson még kivárunk, megnézzük az edzőmérkőzéseket, hogy melyik az a poszt, amelyiken vannak hiányaink, és oda fogunk majd igazolni. Ez augusztus vége, körülbelül szeptember elejére várható. Lehet azt mondani, hogy most már hagyomány, hogy a Nyíregyháza Blue Sharks a konditeremben kezdi a felkészülést. Ebben az időszakban milyen munkát kell végezni, mi az, amire oda kell figyelni így a felkészülés kezdetének elején? Nagyon fontosnak tartom, hogy a folytonosság elvét követjük, és szerencsére nem ugyanonnan kell indulnunk, hanem évről évre egy magasabb szintről tudunk indulni, mert egész magas szinten tudtuk befejezni még fizikálisan is az előző évet. Úgyhogy a korábbi évektől eltérően egy magasabb terheléssel kezdünk már alapból, de nagyon fontosnak tartom, hogy a sérülés megelőzés most az elsődleges cél, tehát a mai edzés is, illetve a hét edzései főleg a sérülések megelőzéséről, illetve a terhelhetőség előkészítéséről szólnak. Mennyire vevők ezekre a viszonylag új dolgokra a játékosok? Nagyon örülök neki, hogy olyan módszereket rakunk be, amit tényleg azonnal éreznek, és ezt érzik is, és nagyon örülök, hogy pozitívak és nyitottak ezekre, és csinálják is. Mennyire szükséges az, hogy szezon közben is legyenek olyan gyakorlatok, amelyek akár a rehabilitációt, akár a rekreációt szolgálják? Én úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú, hisz nagyon nagy a terhelés a fiúkon. Mindent elkövetünk, hogy azt szokták mondani, hogy sérülést nem lehet megelőzni, azt csak a Jóisten tudja, viszont mindent meg lehet tenni, hogy a esélyét csökkentsük, és ezt meg is tesszük. Mondhatni, te munkából érkeztél a felkészülés kezdetére, hiszen nyáron a 23-as válogatottal készült, és itt az elmúlt hétvégén egy szolnoki tornán szerepeltél. Hogyan szerepelt a válogatott? Két napból állt az egész torna, két különálló sorsolás, illetve különálló eredmény lett a két nap vége. A pénteki napon én voltam a kimaradó, mert egyel többen voltunk, és a Földi Sándor vezetőedző úgy döntött, hogy én kapok pihenőt. Azt a tornát szerencsére meg tudtuk nyerni, szóval mi lettünk az elsők. Ennek olyan különösebb oka, vagyis eredménye nincsen, csak hogy jobb helyezésről kezdhetjük a debreceni tornát, illetve a budapesti tornát szeptemberben. A tegnapi tornán már játszottam, de sajnos a lengyeleken az elődöntőbe kiestünk, és így ugye, mivel itt csak a döntőt játsszák le, semmiféle helyosztót, ezért a dobott pontok összesítése alapján vannak a helyezések, úgyhogy nem tudom, hogy harmadik vagy negyedikek lettünk összességében. Milyen állapotban, milyen formában vagy most, hiszen, ahogy említettem, gyakorlatilag végig dolgoztad a nyarat. Tegnap este 9 órakor értem haza, kicsit macskás a lábaim meg a testem, de úgy voltam vele, hogy ha eljövök, kicsit szólok az edzőnek, hogy kicsit rehabos témájú legyen az edzés, akkor szerintem hamar vissza tudok jönni a formába. Sok új játékos nincs a csapatban, gondolom ők azért ismerősök. Hogy látod, hogy mire lehet képes ez az együttes, hiszen azért a mag már évek óta együtt játszik. Múlt héten nem voltam itt a táborban, ezért most ismertem meg a pár új játékosunkat. Borzasztó szimpatikusnak találom őket, szerintem van bennünk fantázia, és sok dolgot el tudunk érni szerintem így együtt.
elkezdte a felkészülést a Fátum Nyíregyháza együttese is, mivel a légiósok távoztak és helyükre új külföldi játékosok érkeznek, Hollósi Lászlónak új csapatot kell építenie. A lányoknak is azt mondom, hogy a múltan már nem szabad foglalkozni, illetve hát abból már nem lehet gyakorlatilag táplálkozni, tehát hiába nyertük meg tavaly előtt a kupát, és ugye a bajnokságban is döntőt játszottunk, ebből már nem lehet megélni, úgyhogy igen, ez egy ilyen ciklikus körforgás, folyamatosan minden bajnokságban a csapatok gyakorlatilag tiszta papírral kezdhetnek, úgyhogy ebbe a szezonban újra nekünk bizonyítani kell, hogy igenis Magyarország legjobb csapatai között vagyunk, és ezért kell minden edzésen dolgozni. Látni kell, hogy nagyon sok csapat megerősödött. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős bajnokság lesz, úgyhogy pillanatnyilag nehéz pozícionálni magunkat, hogy hova is érhetünk el. De hát mindenképp úgy gondolom, hogy föl fogjuk készíteni a lányokra arra, ugye épp a sajtótájékoztatón mondtam, hogy erre a helyzetre szerintem a legjobb kifejezés ugye Oliver Stone-nak a filmje, hogy minden héten háború, ez erről fog szólni. Tehát itt minden csapat nagyon kemény lesz, föl kell készülni minden szinten, technikai, taktikailag, mentálisan, hogy nagyon komoly mérkőzések várnak ránk, de én úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik ide jöttek, mindenképp ezt meg fogják oldani, ezt a helyzetet. Nyilván tavalyi csapatból sok játékos a nyíregyházi szurkolók szívéhez, hogy mondjam, közel állt, de hát ilyen a sport, azért azt látni kell, hogy a profi sport már pénzről szól, és ez sajnos, ha őszintén beszélünk erről, ezt meg kell osztani mindenképp a szurkolókkal. Vannak objektív dolgok, ami miatt ugye nyilván váltani kellett, úgyhogy én nem aggódom, én biztos vagyok benne, hogy az újdonsült játékosok lesznek olyan jók, ha nem jobbak, mint akik itt voltak. Természetesen tiszteljük és köszönjük azt a munkát, amit azok a játékosok elvégeztek, akik itt voltak, de hát, mint ahogy mondtam, van egy folyamatos ciklikusság, új év, új csapat, ezzel a csapattal kell, hogy sikeresek legyünk. Hogyan néz ki a felkészülés menetrendje a bajnokság kezdetéig? Ugye tegnapi nappal kezdtük a felkészülést, és épp tegnap volt egy egyeztetés a Magyar Röplabda Szövetség égisze alatt, és úgy tűnik, hogy október 10-12-i héttel indul a bajnokság, úgyhogy én úgy gondolom, hogy megfelelő idő van arra, hogy felkészüljünk. Mint ahogy tavaly is elmondtam, én úgy gondolom, hogy minden feltétel adott itt Nyíregyházán a magas szintű munkához, úgyhogy igazából nem terveztem, mint ahogy tavaly idén sem edzőtábor. Fogunk természetesen külföldi tornákra menni, illetve most egyeztetek a kollégákkal, hogy szeretnénk egy hazai rendezési tornát is, ahol a szurkolók megismerhetik a játékosokat. Úgyhogy sok kihívás vár elénk, de megerősödve állunk elébe. A gyományokhoz híven a konditeremben kezdték el a felkészülést a hét elején a Fátum Nyíregyháza játékosai. Te új szerzeményként milyen érzésekkel, milyen reményekkel vágtál neki a munkának? Már nagyon vártuk ugye ezt a szezon kezdetét, ilyenkor mindig a nyár után azért várjuk, hogy elkezdődjön a munka, megismerni az új játékosokat. Azért ugye számomra új igazolásként várom azt, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen munka folyik itt azért, amit már ugye hát évről évre bebizonyítottak, hogy azért elég komoly munka folyik itt ebben a csapatban. Úgyhogy én bizakodva várom, úgyhogy remélem, hogy jó kis csapat fog alakulni. Mennyi idő kell az, hogy kialakuljon egy közösség akár a pályán, akár az öltözőben? Úgy gondolom, hogy a játékosok személyiségétől is függ, hogy mennyit ad át azért magából, de szerintem ilyenkor nincs ezzel probléma, hiszen próbálunk minél előbb egymásra hangolódni, illetve a pályán azért szükség van ahhoz, hogy az együttműködés megfelelően működjön. Milyen célokat tűztél ki magad elé a következő szezon tekintve? Mindenképpen érem esélyes, az majd kiderül, persze szeretném nagyon azt az aranyérmet, mind a kupában, ugye, mind a bajnokságban is, de az előre azért így nem látható, hiszen a többi csapat is nagyon erősített. Hát kemény csaták lesznek, de meglátjuk.
Hétfőn a 14 évesek csapatversenyével elkezdődött Nyíregyházán a teniszező korosztályos országos bajnoksága. A jövő hét végéig mintegy 350 versenyző lép pályára a Malsó Teniszcentrumban. Gyakorlatilag egy két hete készülünk a bajnokságra. Azt megelőzően is már régóta zajlik a pályák karbantartása, csinosítása, szépítése. A munka dandárját pedig két hét óta csináljuk, a pályákat újra salakoztuk, rendbe raktuk, a háttérhálókat megigazítottuk, gyakorlatilag a hálókat leellenőriztük, és minden olyan apróságotra is figyeltünk, amely biztosítja azt, hogy a verseny a legjobb körülmények között folytatódjon, vagy kezdődjön, és utána folytatódjon majd. Mekkora létszámú mezőny lehet számítani itt a két hét során? Nagyon szép számú a érdeklődés. Az előzetesen várt 300-350 versenyző úgy tűnik, hogy valóban részt vesz majd a versenyen. Különösen örömteli, hogy a éppen ma kezdődött 14 éves korosztályban, különösen a fiúknál óriási létszámban érkeztek nevezések, közel 70 fő az, aki pályára fog lépni, úgyhogy a 48-as táblához bizony egy komoly selejtezőt is kell rendeznünk, ami egyébként azt gondolom, hogy mutatja a magyar utánpótlás tenisz erejét is. Milyen esélyekkel lépnek majd pályára a nyíregyházi versenyzők? A 14 éves korosztályban Varga Viktória jelen pillanatban 6. az országos ranglistán, így neki azt gondolom, hogy komoly esélye van arra, hogy akár dobogóra is álljon a megmérettetésen, de hát tudjuk, hogy ez egy országos bajnokság, nagyon komoly ellenfelei lesznek, de talán a legjobb eredményt tőle várhatjuk a 14 éves korosztályban. Mellette a 14 évesek között Juhász Bence fog pályára lépni, aki most egy megnövelt edzésszámmal készül a versenyre, és azt gondolom, hogy tőle a 8 közé kerülés az egy nagyon szép eredmény lenne. Idősebbeknél? Az idősebb korosztályokban a 18 éves fiúknál a Becser Dominik, Toma Henrik páros évek óta meghatározó szereplője a korosztályos teniszéletnek. Tőlük is azt gondolom, hogyha a sorsolás kedvezően alakul, akkor egy dobogóra számíthatunk. Új vezetőedzővel, Bakó Botonddal is 10 új játékossal készül az NBA nyitányára a kisvárdai női kézilabda csapat. A várdaiak a nyitófordulóban augusztus 30-án az újon Szombathely csapatát fogadják. Bőven túl vagyunk az ismerkedésen. Kőkemény 3 hét, illetve ugye ennek a hétnek is már a végén járunk. A 4. héten most fogjuk holnap lejátszani a 2. edzőmérkőzésünket. Azt gondolom, hogy a felkészülés eddig jól halad, amit terveztünk, azt teljes mértékben el tudtuk végezni. Hál' Istennek a sérülések elég jól elkerülik eddig a csapatot, és a lányok bírják a terhelést. Úgy gondolom, hogy a taktikai, technikai és a stratégiai szempontok alapján is a tervezetnek megfelelően dolgozunk, illetve haladunk. Biztos vagyok benne, hogy kezdésre minden megfelelően össze fog állni. Vannak olyan játékosok, akik tavaly is a csapatban szerepeltek, vannak visszatérők, vannak új játékosok. Hogyan halad annak a hierarchián a kialakulása, amire szükség van akár a pályán, akár az öltözőben? Én azt gondolom, hogy az újak egészen jól beilleszkednek, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy beilleszkedjenek a csapatba. Az, hogy a hierarchia az hogyan, illetve mikor alakul ki, az azt gondolom, hogy annak még idő kell, de úgy tűnik egyelőre, és azt látom, hogy ez is rendben van, a lányok jól megértik egymást, és tényleg az edzéseken is küzdenek, mindent beleadnak a munkába. Fontos lesz, amit említettél te is, hogy hogyan alakul ki egy megfelelő kohézió, a hierarchia, és mindenki hogyan fogadja el a szerepét, de még egyszer ismétlem, azt gondolom, hogy eddig a jelek azt mutatják, hogy rendben vagyunk így is. Milyen stílusú csapatot szeretnéd látni, milyen stílusú csapatot láthatnak, vagy a szurkolók? Azt gondolom, hogy egy profi sportoló életében úgy saját magától, mint a vele szemben kitűzött elvárások alapja is az, hogy mindig mindent megtegyen a sikerül és a győztes eredményért. Én azt szoktam mondani, hogy az, hogy küzdünk, azt nem szokás megdicsérni külön, nyilván kiemelhetjük, de ha egy ilyen sportolnál már ez feltétel és kérdés, akkor azt gondolom, hogy nagyon rossz irányban halad a sport.
Én biztos vagyok benne, hogy ez a csapat mindig meg fog halni, és a szívét ki fogja tenni a pályára. Egy harcias, kőkemény védekezéssel fog szembeszülni mindenki, akivel mi játszani fogunk, és ebből megpróbálunk nyilván egy eredményes, gólgazdag mérkőzéseket produkálni, illetve játszani. Azt gondolom, hogy meg kell találnunk azokat az optimumokat támadásból, védekezésbe, a cserék alkalmazásával, illetve lehetőségeinket stratégiailag úgy forgatni a csapatot, hogy mindig a lehető legsikeresebb és leghatékonyabb csapat legyen a pályán. A magyar női bajnokság az elmúlt évben is meglehetősen erős volt a szakemberek szerint, és alig ha gyengült, hová lehet pozícionálni ezt a csapatot még most, mielőtt elkezdődött volna az új szezon? Egyelőre én azt gondolom, hogy most még nehéz mondani egy aktuális számot, azért is, mert még önmagunkat sem ismerjük teljes mértékben. Sok új játékosunk van, akik egyelőre még az NB1-ben nem szerepeltek, és kérdés lesz, hogy mennyire lesznek stabilak ebben a bajnokságban, illetve azoknak a játékosoknak is a szerepe, akik mondjuk NB1-B-ből jöttek, és őket milyen szintre tudjuk hozni, valamint természetesen a régi játékosok, akik itt voltak, vagy NB1-ből jöttek, hogy ezt az új stílust, ezt az alkalmazkodási fázist hogyan tudjuk átvinni. Természetesen azon vagyunk, hogy a lehető leggyorsabban és legzökkenőmentesebben tudjuk ezt megoldani. Most nem szeretnék számokba bocsátkozni, de mindent megteszünk természetesen, hogy ez a szám ez minél jobb legyen. Egyike vagy a Kisvárda új játékosének. Nyáron miért döntöttél a váltás mellett, és miért éppen a Várdaiak ajánlatát fogadtad el? Azért döntöttem igazából a Kisvárda ajánlata mellett, mert mindenképpen fejlődni szeretnék, és játék lehetőséghez szeretnék jutni, amiért persze nyilván, hogy edzésen meg kell harcolni és küzdeni, de mindent meg fogok tenni ezért. Ez már a negyedik hete a felkészülésnek. Milyenek az eddigi benyomások, gondolok itt a csapatra, a társakra, a városra? Nagyon pozitív minden igazából. A csapat is nagyon szerintem összhangban van, mindenki mindenkivel, segítjük egymást edzéseken és edzéseken kívül, illetve nekem azért úgy könnyebbség volt, mivel a vezetőedzőnket, Bakó Botondot ismertem már, a Szabóval itt ő nekem már volt csapattársam, meg ugye a csajok közül is már pár embert ismertem. Pályára léptél már a magyar válogatottban, gondolom szeretnél a továbbiakban is meg jót kapni a szövetségi kapitánytól. Igyekszek mindent megtenni a pályán, olyan életmódot folytatni, tényleg edzéseken oda tenni magamat, meccseken is, és innentől kezdve megbízok a legjobbakban. Már javában készül a bajnoki rajta az NB1-B és nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A Kaplonyi Zoltán által irányított együtteshez 5 új játékos érkezett. A nyári szünetben elsősorban ugye a belső posztokat próbáltuk megerősíteni. Tavaly évben, vagy évvégén már voltak gondjaink, elsősorban támadásban, illetve védekezésben is elfogytunk, úgyhogy mindenféleképpen szükség volt egy irányítóra, egy átlövőre, vagy két átlövőre, illetve hát hoztam végül is egy jobb szélsőt is. Nevesítve a stáb Bence, ő Ózdról érkezett, egy nagyon tehetséges, illetve egy nagyon agresszív támadójátékot játszik. Dobó Zsolti balátlövőbe, ő ugye Egerbe játszott az elmúlt évben NB1-be, illetve meg korábban is rengeteg NB1-es klubot megjárt. Tehát én úgy gondolom, hogy ő nagyon nagy erősítése lesz a csapatnak, elsősorban átlövés szempontjából ugye azokkal az átlövésekkel adósak voltunk a tavalyi szezonban, nagyon kiürült a támadójátékunk, úgyhogy tőle nagyon sokat várunk, támadásban és védekezésben is. Ugye van egy visszatérő Páncél Zoltán, akinek én úgy gondolom, hogy nagyon jót tett az, hogy kiszakadt innen a nyíregyházi közegből, ugye volt Békésen, illetve a tavalyi szezon Ózdon töltötte. Ő nagyon sokat fejlődött ez alatt a két év alatt, meghatározó játékosa volt az Ózd csapatának, védekezése is nagyon szigorú, agresszív lett, illetve a támadójátéka is gólerős volt. Igazából nagy erősítés még Nagy Levente a kapuba, aki úgy gondolom, hogy nem kell bemutatni senkinek, játszott már Nyíregyházán, a korábbi években a Ferencváros csapatát erősítette. Azt ki lehet jelenteni, hogy szerintem most Nyíregyházának a két legjobb kapusa van az NB1-B is mezőnybe. Én úgy gondolom, hogy ezt maximálisan ki is fogjuk tudni használni, hogyha egy jó védekezést majd eléjük rakunk. Illetve a Gidány Máté érkezett még jobb szélre, ő is egy visszatérő
egy év után jött vissza Nyíregyházára. Ő egy sérülésből érkezett, ugye volt januárban egy térműtéte, úgyhogy azt gondolom, hogy a Nagy Csabival ő jobb szélen egy megfelelő párt fog alkotni, ki fogják egészíteni egymást. Hogyan épül fel a felkészülés programja, és mi az, amit leginkább szeretnétek erősíteni azért, hogy ne legyen olyan az ősz, mint az elmúlt ősz volt? Egészen szeptemberig naponta két edzéssel fogunk dolgozni. Nagyon sok új játékos jött, igazából teljesen új csapatot kell kialakítanunk. A támadás taktikát egy kicsit megváltoztatjuk, a védekezésünkben próbálunk egyfajta nyitott védekezést is kipróbálni, illetve majd a bajnokság folyamán ezt minél magasabb szintre emelni. Illetve hát a támadójátékunk is teljes mértékben meg kell reformálni, ugye nagyon jó átlövőink vannak, ezt szeretnénk kihasználni. Ugye már korábban említettem, hogy a támadójátékokkal, illetve az átlövőjátékukkal voltak problémáink. Én úgy gondolom, hogy ez ebben az évben megoldott lesz, legalábbis nagyon bízom benne, hiszen ezért igazoltunk ilyen játékosokat. A felkészülésben elsősorban külföldi csapatokkal fogunk játszani, román-szlovák csapatokkal. Nem azért, mert szerettünk volna itt bárki elől is elbújni, vagy titkaink lennének itt a magyar NBA-ben is mezőny előtt, csak úgy gondoltuk, hogy ez januárban, ugye, amikor a Varga Zsolttal elkezdtük itt a közös munkát, akkor ez működött, és bízunk benne, hogy ezek a mérkőzések, illetve tőlünk erősebb csapatokkal is játszunk, hogy ezek a mérkőzések segíteni fogják a felkészülésünket. Három év szünet után tértél vissza, talán egy picit lehet, hogy tértél haza Nyíregyházára. Mi volt a vonzó az elmúlt szezonban nem túl jó szereplő Nyíregyháza ajánlatában? Vonzó? Hát egyértelmű, a város, a közeg, ismerek mindenkit, mindenki barát. Eddig is jó közeg volt, eddig is jó éreztem magam, ha háromszor voltam, most leszek negyedjére. Amikor innen Nyíregyházáról elmentem 3 éve ezelőtt, akkor is a Zsoltival úgy beszéltük meg, hogy tátkarokkal várnak vissza. Majdnem, hogy így kezet is adtunk egymásnak, és nyitott volt a lehetőség, és egyből jöttem. Rajtad kívül több játékos érkezett, gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy új csapat épül. Mennyi időre van szükség szerinted ahhoz, hogy ütőképes legyen ez a társaság, hiszen ez a jó nevű játékosok érkeztek? Idő az mindenképpen fog kelleni, már egyből ez első héten már neki is megyünk a taktikai résznek, nyilván a hét elején vagy a délötti edzéseken erőléti edzés van, a súlyzós, TRX, futás, délután már előtérbe kerül labda, ott már mai edzésen is taktika lesz, támadó taktika, védő taktika, nagyon sok idő kell hozzá nyilván. Nem mondom azt, hogy szeptemberben meg lesz minden, de eléggé nagy lépést fogunk tenni, hogy összeálljon a csapat, és minél hamarabb stabilá tudjuk tenni a védekezésünket is, és a támadásunkat is. Csak a kapuban számíthatnak rá, vagy esetleg a fiatalok is foglalkozó majd? Mindenképpen szeretnék, úgy jöttem, a fiatalokat szeretném is tápolni, különösen a kapusokat. Szeretném járni végig a korosztályokat, a gyerekektől kezdve az ifig, hogy lesz lehetőségem. Szóval hosszú távon én mindenféleképpen segíteni szeretnék nekik. A bajnokságban a dobogót, a Magyar Kupában az országos főtáblát célozza meg az Ibrányi futballcsapat. A Kis Tamás által irányított együtteshez 3 játékos érkezett a nyári szünetben. Az első számú szempontunk is az volt a nyáron, hogy a magot azt mindenféleképpen megtartjuk. 4 távozónk volt a nyáron, abból az egyik egy kapus volt, a Félegyházi Viktor, aki sajnálatos módon a Kisvárda elleni mérkőzésen megsérült, és ő utána jelezte is, hogy már több sérülés kísért a pályafutása során, és így valószínű, hogy abba hagyja a futball pályafutását. Mellette még a Balog Gabi, aki a Mándokra igazolt, és a Viroven Márk és a Szabó Milánt, őket mi engedtük kell a több játék lehetőségi érdekében, ők Balkányban igazoltak közben. Kik érkeztek helyükre? A helyükre a kapusposztra a Kopasz Józsit igazoltuk a Bozsik Akadémiáról, aki egy 2000-es születésű, nagyon fiatal, tehetséges, nagyon nagy ambícióval érkezett hozzánk. Nagyon jó ajánlólevelet kaptunk a Bozsik Akadémiától róla, úgyhogy ő tényleg a jövő. Mellette érkezett még a Bernát Martin, aki NB3-ból Sényőről érkezett, egy 21 éves, nagyon tehetséges, a védelemben bármelyik poszton bevethető, és középpályára igazoltuk még a Viszikai
Christophert a Filó csapatától, ő is egy 20 éves fiatal játékos, és nyáron még, ami nagyon-nagyon fontos volt számunkra és a vezetőkkel együtt, ez egy úgymond meghatározott cél is volt, hogy az utánpótlásból próbáljunk minél több helyi fiatal beépíteni, és 6 utánpótlás játékos kezdte velünk a felkészülést. Mikor kezdtétek a munkát, milyen körülmények között tudtok Ibrányban dolgozni? Július 3-án kezdtük a felkészülést, ez egy szerdai napot, az volt az első hetünk, ott még két edzés volt a penzum, viszont a második héttől kezdve már folyamatosan 4 edzés, és volt, hogy heti 1 vagy heti 2, de például a múlt hét ugye talán az volt a csúcstele, és ahol 4 edzés, és heti 3 edzőmérkőzés itt a Bohács Emléktornával bezárólag, ez volt a penzumunk. Hát a felkészülésünk, én úgy gondolom, nagyon-nagyon jól sikerült, és is szeretném is megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Fogarasi Zoltánnak és Feckó Tamásnak, őktől nagyon-nagyon sok segítséget kaptam a felkészüléshez, és hál' Istennek a sérülések is elkerültek bennünket, talán egy a Kovács Gergő, akit hosszabb időről 2 hétre sajnos kidőlt közülünk, de viszont a többiek ilyen 90%-os, 95%-os edzéslátogatottságunk volt. Egy olyan szezon után, ahol az utolsó fordulóig harcban volt a csapat az aranyéremért, mi lehet a cél a következő szezonban? Ahogy az előbb is már fogalmaztam, az első számú célunk az az volt, hogy több helyi fiatalt próbáljunk beépíteni a csapatban. Nem titkolt szándékunk, ugyanúgy a dobogó közelében szeretnénk végezni. Ha úgy alakul, akkor persze szeretnénk megnyerni, ugye én azt mondom, hogy edzőnek, meg egy csapatnak is mindig legyenek komoly célai, úgy vágjanak neki bármilyen rendezvénynek, tornának, bajnokságnak, hogy minél jobb eredményt elérjenek. A helyi fiatalokra szeretnénk majd hosszú távon építeni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos számú célunk, ugyanúgy a Magyar Kupában is ismét szeretnénk, mint az elmúlt években a főtáblára kikerülni. Te játékos edzőként vagy a csapattal, a csapat mellett mennyit láthatnak majd a szurkolók a pályán? Hát, ahogy már tavaly is egyre kevesebbet, a futballt nagyon szeretem, és nagyon szeretek focizni, de hogyha úgy hogy az élet, hogyha nem kell játszani egy percet se, annak örülnék a legjobban, mert kiváló játékosok alkotják a keretet. A nyitófordulóban a Kisvárda 2 ellenlép pályára a csapat milyen meccsre számítasz? Tavaly is azt mondom, hogy a Kisvárda az egy meghatározó csapata volt a bajnokságnak, hiába nem úgy szerepeltek szerintem, ahogy ők is erre számítottak. Én úgy gondolom, most amiket hallottam már információkat, hogy nagyjából a mag ismét együtt marad, úgy ott a visszajátszók az mindig nagy kérdőjel, hogy ki játszik vissza, meg ki nem. Szerintem az néha még egy kicsit hátrány is, mert ugye gondolom, hogy Nagy Sándor azért megvan a maga az edzés létszám, akikkel együtt tud dolgozni, és mindig a hozzájuk beesnek ugye újak, az kicsit megnehezíti a dolgát, de biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy nagyon jó futós, nagyon jó játszó csapathoz látogatunk, ami azt mondom, hogy talán nekünk előny is, mert azért tavalyi bajnokságból is kiindulva nagyon sok csapat ugye visszaállt ellenünk védekezni, azt mindig nehezebb megbontani, mint egy jó játszó csapat ellen futballozni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó mérkőzésre számítok, és természetesen úgy megyünk oda, hogy mindig azt mondom, hogy az első mérkőzés meghatározza a bajnokság kialakulását is, és győzelemmel szeretnék hazajönni Kisvárdáról. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!